Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez itt a karanténvlog, Szalai Szilárddal, Nezse Balázsjal, és azért vagyunk ennyire vidámak, mert végre ismét Baranyi Krisztináról beszélhetünk, aki mindenkinek, ha jól tudom, személyes kedvence és titkos szerelme is egyben. Hát nekem és, bejön. Na hát én ezt akartam mondani, hogy mindannyiunknak, de annyira bejön, hogy nem is tudunk most másról írni a PSN sem, hiszen minden nap, de nem minden napszakban új hírek jönnek ki Ferencvárosból, és ezek általában sajnos, és ezt el kell mondanom, sajnos nem túl pozitívak Baranyi Krisztina számára. Legutóbb például a teljes ellenzéki kavarodás, ami már egyébként hónapok óta tart, egy újabb fejezetéhez érkeztünk, amikor Egyrészt, ugye ezt a műsort most pénteken veszük föl, csütörtökön kiderült, hogy két momentumos önkormányzati képviselő kilépett a pártból, mert úgy gondolják, hogy teljesen fölösleges a momentumnak Baranyi Krisztinát támogatni, hiszen ő nem akar megegyezni az ellenzéki pártokkal. Aztán most felmerült az is, hogy a régi baloldal, az MSP és a DK, azok külön fognak indulni, talán a jobbikost támogatva, teljes az űrzavar, de mi azért kitartunk Baranyi Krisztina mellett, ugye srácok? Nekem már komolyan hiányozna egyébként. Mármint, hogy jó, nem megértem a Ezt Ferencvárosiakat, hogy, hogyha a változást akarnak, és és Én hát, nem, szerintem jól és egyébként, és egyébként Ferencváros érdekében valójában nem, de hogyha neki adnánk mondjuk egy ilyen egy homokozót valahol a kerületen belül, amit, amit, irány, amit, irányíthat, de úgy, úgy, Ferencvárosnak lenne egy rendes polgármestere, meg egy normális testületi te képviselőtestület, ami működik, és nem Baranyi Krisztiának az ilyen, ilyen biodíszleteként, vagy egy ilyen, ilyen díszletdemokráciájaként működne, hanem valódi hatáskörei lennének. És akkor Baranyi Krisztiának meg beültetnénk egy homokozóba, ahol ilyen kis homokvár kormányozhat, és ezt bekameráznánk. Kis Mint a e meg, meg, van a Truman Show film? Meg. Na, a kb. valami Üz. ilyesmi e e e e díszletet el tudnék képzelni a Baranyi Krisztián körül, és akkor ezt bekamerázni. Én most mindent megtudtam ezekről az ügyekről. E e e e e Elképzelhető jó politikai reality lenne. Akkor ez most a rendező izakó, ezek után így, így van, ti meg a biztonsági szolgálatom vagytok a mackós fiúk. Igen, Hába nem sokra mész. Mi mindig kisegítünk, de Baranyi Krisztinát ki fogjuk segíteni. Az egy nagyon jó kérdés a kutyapárton kívül, hogy ki fogja. Mert ugye a szuzidadáik azok beálltak mögé, és én őszintén megijedtem, hogy mi lesz majd akkor most a baranyival, amikor a szuzidadáik lemondtak, aztán mégse, aztán mégis, de utána nem hagyták nekik, vagy valami ilyesmi volt a sztori. Mert azért, emlékeztek? azért, ha, hát -e? igen, de hogy pont ez, hogy azért Baranyi Krisztina elég érdekes játékot játszik az elmúlt, nem csak most, hanem az elmúlt összes évében, amíg, amíg most ő ott polgármester volt, mert gondolj, gondoljatok bele abba, hogy én, én azt gondolom így laikus kívülállóként, hogy különösen egy választási kampányban, meg az előtt, tehát, hogy mit tudom emlékezeti határidőn belül, amikor még az embereknek így megragadnak dolgok, és nem felejtik el a választásokig, akkor csupa olyan dolgot csinálnék, ami szimpatikus, így a, a, a lakos. Még akkor is, hogyha egyébként mondjuk négy évig Pont magasról tettem rá, hogy mit gondolnak az emberek, akkor is legalább az utolsó egy évet úgy tölteném, hogy. hogy de még fél font, év, fontos éve, legalább, fél legalább, év. legalább akkor legyen fél év, hogy ne fáradjon ja, el, nagyon a jótékonykodásba, de hogy mondjuk csinálnék egy-két olyan dolgot, legalább ami nagyon látványos. De És akkor. 2022-es van erről a gondolatmenetedről. Igen? Igen. Ezt majd mindjárt kifejtetett. <laughs> Üzenet. <gül> Üzenet. De, de, hogy Baranyi Krisztina tulajdonképpen, uh, gondol, most így gondolkozom, akartam mondani valamit, hogy azon kívül mit csinált, de, de, még olyan sincs. mit, mit csinált? Mi az a, egy olyan intézkedés, ami, hogy én Ferencvárosi szavazópolgár lennék, akkor azt mondanám, hogy ez nekem jó. És Baranyi Krisztina de ezt a szóval. dolgot... És igen, de, de tényleg, hogy Balocska. volt egy-két ilyen, egy -két ilyen megbotránkoztató ilyen látványprojekt, ami, ami, egyébként azért, nem azért került be a sajtóba, meg a, a, médiába, mert egy, egy jó dolog volt, hanem azért, mert, mert botrány alakult ki körülötte, és ezen túl nincsen semmi. Cserébe viszont Valenyi Krisztinának sikerült a saját uh, támogatóit úgy nagyjából szétzilálni, leépíteni, és én soha nem tudom eldönteni ilyenkor, hogy ez Teljesen tudatos, mert Baranyi tudja, hogy mit csinál, és egyébként van valahol egy olyan erős támogatói réteg mögötte, akivel már a zsebében érezheti azt, hogy ő, ő most újrázni fog. Ez a támogatókör a tengeren túlon van? De nem, egyébként az, az ember De érted, akár, tehát emberek. hogy pont, pont ez, hogy akár, lehet, hogy annyira támogatják őt esetleg külföldről, vagy annyira a gyurcsányék támogatják őt a, a háttérből, hogy ő azt gondolja, hogy mindezt megteheti, és kísérletezgethet ezzel. De egyébként meg nem értem, hogy mi szükség van erre. Miért nem lehetett volna mondjuk a legalább a saját táborát egybe tartani? Most vagy ő egy, tényleg egy olyan ember, mármint egy személyiségét tekintve, aki, aki ennyire összeférhetetlen, vagy, vagy valami hatalmas nagy mestertertnek kell lennie mögött. Megvan. A NER kapcsolatok. Minden Mert hogy bizonyos. kiderült, hogy fideszem, a Fidesz embere? Hát, ő is. Ugye ő is. Pe persze ezért csinálta így az elmúlt öt évet, ahogy a leggusztustanabbul viselkedett, akár mondjuk a jobboldali sajtóval is, hát erről szerintem te is tudsz egy-két gondolatot. Mondjuk az WC tök mindegy, nyugodtan, mi megszoktuk, uh, de hát a, mi van a helyiekkel, érted? De nem is bánt, csak nem. De a helyiekkel is ugyanis, és egyébként hiányoltad a projekteket, ami az emberek életének a jobbítását célozza. Egyetlen egy ilyen kezdemény volt. A, a villamos kint a még ez is nagyon a, a, jó, József Attila jól. telepen azt hiszem, ott a nem is villamos metró metrómáló bocsánat. És ugye ott is az volt a történet, hogy száz millióval, meg már milliárdos tétel drágult meg a projekt, de úgy, hogy nem történt az semmi. Ecseri útira, az, nem az Ecseri útira, így van. Ott A metró megállónak a felújítására több száz millióval drágult meg úgy a projekt, hogy nem történt semmi, nem változott semmi és elkezdtek ilyen látvány dolgokat megcsinálni, de műszakilag nem újították fel, csak ilyen látvány dolgokat, és a végén ilyen több százmillióval megdrágult, már a teljes balos testület is szembe ment, mert már annyi pénz folyt el hm. egy, egy ilyen látszólag minimális felújításra, hogy ez már nekik is kiverte a biztosítékot. És egyébként ugye a másik fele meg az, hogy, hogy miért van ez az egész balhé, ami most a, ugye a momentumosokkal is megy, meg, a, meg akár az MSZPDK-sokkal is a hírek szerint. Hát ugye itt arról, arról ment a polémia az elmúlt egy-két évben, hogy, hogy Baranyi teljesen ki, kivette a testület kezéből a, a, gyakorlatilag minden jogkört. Tehát ugye úgy néz ki egy képviselő testület, hogy megszavaz, vagy ugye vannak előterjesztések, ott történik a kerületi szintű jogalkotás, ez a, ott a testületi többség valamit elfogad, valamit leszavaz, és akkor így, így létrejön ennek az önkormányzati rendeltek. Na ez Fejlenc nem így van, hanem gyakorlatilag már a bizottsági munkát is a saját kabinetjének szervezte ki Baranyi Krisztina. Ami a testületben történik, az gyakorlatilag egy ilyen demokrácia díszletként működik. De Valójában de nincs a döntés, díszlet sem. Most már ugye a díszlet sincsen, de, és ez ugye pont a balos képviselők. <kül> elvaló vita hozta nagyon erősen nyilvánosságra. Hát az, hogy a, a jobb oldali meg a fideszes képviselőkkel mit csinál a testületben Baranyi, azt szerintem ide se hozzuk, mert azt szerintem mindenki tudja. Tehát mindenki érzékeli, hogy, hogy hogyan viszonyul azokkal, akik bármilyen véleménykülönbséget megpróbálnak megfogalmazni, de ez még a saját szövetségesére is vonatkozik. Egyszerűen gyakorlatilag olyan embernek a képe rajzódik ki, akivel nem lehet együttműködni. És egyébként pont ezért vitézi Dávidot is, lehet, hogy óva kellene inteni attól, hogy, hogy, egy ilyen politikus mellett vágjon bele a, a, a kampányába. Ugye itt a közös fotózakodásra utalok, mert ö, az neki is a biztos bukás Egyébként nem biztos, hogy a kép kapcsán én az, pont ezen gondolkoztam, hogy vajon itt hogy történt, tehát hogy Baranyi Krisztina állt be egy képre vitézi Dávid mellé, vagy fordítva történt, és ez egyáltalán nem mindegy. Egyébként, és én inkább azt gondolom amúgy, hogy, hogy Baranyi Krisztina állt oda vitézi Dávid mellé. De igazából teljesen mindegy. a helyzetén. Már mondjuk nincs ennyi önkritikája. Na, amit mondtál, Szilárd, az a durva, hogy, hogy végignézve ezt a bő négy évet, ahogyan megígérte ő is szokás szerint, mint Karácsony Gergely, az átláthat átláthatóságot, a tisztaságot, hogy itt a pénz az embereké, meg a szokásos, és tényleg azt látjuk, hogy egy, egy, egy ilyen sértődékeny, sértődős primadonnaként már a saját szövetségeseit is annyira megutálta, és megutáltatta magát, hogy kb. kivonul a testületi ülésekről, ha valami nem tetszik neki, vagy később megy be, és folyamatos bírságokat kap az önkormányzat, mert hogy Érdekes módon az átláthatóság egyében úgy szoktak kiírni pályázatokat, hogy időnként pont az az egy nyeri, aki, akit ők éppen kiválasztanak, hogy vedd már részre, kérlek ezt a pályázatot. Tehát ilyen nagyon-nagyon furcsa dolgok vannak, túlárazások, akkor ez az ecseri úti történet, ami nem akarok hülyeséget mondani, körülbelül egy milliárdra emlékszem. Egy 1,2 rémet, de most nekem sincs is a és, pontos és, szem. De valahogy úgy, hogy, hogy majdnem a felével megemelték úgy a költségeket, hogy érthetetlen módon. És akkor ezek után ő arról beszél, hogy hogyan kell megszüntetni a korrupciót, megszüntetni, miután eltelt négy és fél év itt vannak a választások, és úgy látom, hogy borzasztóan kapkod. Ő azt hiszi magáról, hogy őt mindenki szereti. De ezt szerintem azok az emberek, akik a bérház programra jelentkeztek, vagy azok a bérházban lakó emberek, akiknek megígérte, hogy felújítják ehhez képest, életveszélyes helyzetek vannak, hát többször forgattunk is ott, máshogy gondolják. Tehát az, az a fajta, és teljesen igaza lett az a laboratóriummal, hogy Ferencváros lesz az ellenzéknek a, a jövőbeli laboratóriumi helye, mert tényleg megmutatták, hogy mit tudnak összehozni. Tökéletesen egymásnak esni, nulla dolgot csinálni, mondjuk ez Karácsony Gergely hát. nagyban még jobban hm. meg tudja oldani. Ezzel nem nem, nem, nem csoda, hogy ennyire szeretik egymást. Nem igaz, egy, hogy nem csinál de... semmit Karácsony, mert károkat okozott bőven. Hát az Baranyi is. Igen, és ahhoz kell hasonjátok. elhivatottság, ahhoz kell szorgalom, és egy kis Facebook, de hát körülbelül ennyi. Úgyhogy én, én tényleg, ha Ferencvárosban Baranyi Krisztina újrázni tud, azt szerintem mindannyiunknak egy Hát én nem tudom, lehet, hogy szakmát kell váltani nekünk is, hogy... Nem, bolygót, 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 kell váltani. Vagy. Igen, hát, az kevés az Vagy, a... vagy úgy, mint az egyik momentumos képviselő, akinek megmondták föntről a pártközpontból, hogy Baranyi Krisztinát kell támogatni, most is külföldre kell költözni. Tehát ugye itt, itt ilyen szinten jutott el kell. Úgy az Orbán törési. miatt van. Hát, hát már ebben sem vagyok biztos. Eddig biztos volt <laughs> Tehát, na mindegy, tehát, hogy olyan szinten jutott el kenyértörésig a Momentummal is akár, yeah <laughs> és egyébként nagyon érdekes a Momentumnak a működése, hogy ők ilyen liberális, fiatalos, demokrata, helyi szintű kisközösségek, stb. ezekről beszélnek mindig, de pont az egyik kilépett Momentumos aktivista beszélt egy-két évvel ezelőtt, talán egy évvel ezelőtt a PS-nek a, Momentumnak a belső működéséről, ahol ő még ezelőtt az ügyelőtt jóval pontosan ezt a rendszert vázolta fel, hogy így működnek a Momentumban a dolgok, hogy a pártközpontban valamit kitalálnak, teljesen mindegy, hogy a helyi érdekek, realitások, a helyi lakosságnak az érdeke mit Utat. Tök mindegy. A központi politikai érdek, hogyha ezt felülírja, akkor azt felülírja. Ozzan és pont. Ismerősör. Ezt olyan szépen és mondta, akkor... de ezt nem rogándik rá talán neked, de, Sőt, egyébként itt ül egy kis, tőle, ilyen kis ördökként a vállamon, és folyamatosan... ilyen pici rogan, mint a figura <laughs> itt, mindenkinek rá van varva a zakójára? Oh, Amúgy van, vannak ezek, a tudjátok, ezek a kis játékfigurák, szívébe. vagy nem tudom melyik cím gyárt, ilyen Marvel figurákat is csinálnak, ilyen kis pici testen, ilyen picit nagyobb feje van belőle. Be Lehetne egy Rogán Antall figura is, ilyen, ilyen akciófigura. Sugdos a füledbe, és közben természetesen a vasillát a torkot tart tartja, hogy nehogy véletlenül mást mondja. Így van. Ahogyan ezt Magyar Péter is elmondta már. De valójában, ahogy látjuk, a Momentumnál van, azoknál a fiatalos, lendületes fiúknál, lányoknál. Liberális demokraták. Liberális, akiket egyébként egy kommunista lánya, egy, egy, fő kommunista unokája vezet most Donát Anna, és ahol egyébként ez az egyik kilépett Momentumos, aki ugye most a Ferencvárosban képviselő volt, vagy még mindig az, de most már biztos, hogy nem lesz. Ő írta le, hogy hát amikor ők elkezdték a politikát itt a Momentumban, már mint ő ott belépett, és hogy hű, most aztán a korrupt Fidesz, meg stb. stb. És így az írásából nekem nagyon úgy jött le, hogy tulajdonképpen szembe találkozott azokkal a kritikákkal, amiket ő fogalmazott meg, csak a saját pártjában. Ezért ott hagyja. És azért a Momentum, akik eh, a Nolimpián kívül eh, a román szeretettel tudtak eddig eh, úgy megvillanni, eh, nekem nem látszik az a fiatalos rendület, na de majd ezt már említetted, úgyhogy... Végre beszélgetünk egy kicsit Magyar Péterről? Nem, nem szeretnék, ezt csak úgy mellékesen idehoztam. Nem, Baranyi Krisztinát továbbra is nagyon szeretjük, de picit lépjünk túl, és... Én ezen nem tudok. Jó, a szívünkben megmarad, de most egy kicsit másról De gondolhatok rá közben? Jó, jó, jó. Bármi közben gondolhatsz rá. Ó. Na, ezt talán most ne is folytassuk, hogy mikor mi történik a gondolatok mellett, de... Beszéljünk egy kicsit arról, hogy készítette készítettél egy interjút. Orbán Balázsra is szóba került az Európai Parlament működése a legutóbbi ciklus, és az, hogy ugye, ahogy nyilatkozott neked az interjúban, azt mondta, hogy a legutóbbi ciklus migrációs szempontból tulajdonképpen borzasztó elhibázott időszak volt. Mit mondott még ebben az interjúban? Hát ugye nem csak ezt mondta, hogy ez egy nagy kudarc volt, hanem azt is, hogy miért. Ugye egyrészt a migrációs paktum, ez szerintem egy, egy nyilvánvaló pontja a, annak, hogy mi volt a legnagyobb hibája az elmúlt öt évben az Európai Parlament működésének. Ugye itt arról van szó, hogy hiába tiltakozik egy tagállam, hiába nem enged be illegális bevándorlókat a területére, egy, egy Európai Uniós mechanizmus alapján akkor is visszaoszthatnak meghatározott számú illegális bevándorlót hogyha ez nem járul hozzá, vagy más esetben ugye olyan bírságot kap az ország, ami nyilván nemzetgazdasági szinten is jelentős egyfelől. Másfelől viszont ugye azt is mondta Orbán balás hogy a hogy azokat a gazdasági és támogatási struktúrákat, amik az unió alapítása óta a kohézióra, az integrációra, a gazdasági felzárkoztatásra voltak kihegyezve és kitalálva, ezeket inkább a migráció támogatására alakították át az elmúlt években, magyarán, aki nem hajlandó befogadni migránsokat részben ugye a párhuzamos társadalmak jelentette társadalmi feszültségek elkerülése, részben a gazdasági nehézségek megelőzése véget. Annak az úgy Előzheti meg a gazdasági nehézséget, hogy másik fajta gazdasági nehézséget tesz rá az EU azáltal, hogy a befizetései után. Nagyobbat. Hogy igen, hogy a befizetései után já neki járó forrásokat, azokat nem adja ki. Magyarán, hogyha egyszerűbben akarunk fogalmazni, az Európai Unió a saját befizetett forrásaink után pénzzel zsarol minket azért, hogy illegális bevándorlókat fogadjunk be, és ez nagyon durva. Most viszont a következő európai ciklus, európai parlamenti ciklus, az pont egy magyar a soros elnökséggel kezdik, és erről is beszélt Orbán Balázs az interjúban. Ugye mindenki nagy várakozással tekint erre a ciklusra, de hát ugye azért ez nem a teljes intézményrendszer fölötti ellenőrzést jelenti, hogyha valaki Európai Unió soros elnöke, hanem Inkább egyfajta napi rend meghatározói szerepkört jelent, hogy ebből mit lehet kihozni, az még a jövő kérdése, és a szövetségi rendszerek meg az Európai Parlament átalakulásának a, a kérdése. Ugye az már nagyon sok elemzésben mi is foglalkoztunk, de ugye a, a politikai igazgató úr is elmondta, hogy hogy nagyon komoly jobboldali előretörés lehet számítani, de nem lehet pontosan megmondani még, hogy ez hogy fog tartani, és hogy ez az Európai Parlamentben hogy fog lecsapódni. Ugye most két szuverenista töm van, az identitás és demokrácia, valamint az európai konzervatívok és reformerek. Ezek közül az egyikhez csatlakozhat majd akár a Fidesz, legalábbis ezt erősítette meg Orbán Valás, vagy... de egy olyan opció is felmerült, hogy akár a függetlenségnek is vannak lehetőség, vannak racionális érvei, vagy akár ezekkel a különböző szuverenista nemzeti beállítottságú politikai erőkkel együtt egy új közös blokkot létrehozni. Számomra ez egyébként egy személy szerint egy nagyon érdekes koncepció lenne, hogy esetleg az ID-ből és az ECR-ből akár részben mondjuk a Fidesznek a jelentős ö, ráhatásával egy új blokkot létrehozni, ez biztos, ez egy hogy... Ez egyfajta egy... összeolvadás, Akkor e, Hát én, én, én így értelmeztem a, a szavait, de hogy ez, ezek nyilvánvalóan majd a, az erről szóló tárgyalások majd az új bizottságnak a felállásával és az új Európai Parlamentnek a felállásával lesz ö, érdemleges, meg hát nyilván ahhoz, hogyha egy ilyen fúzióba gondolkodik bárki is, ahhoz először meg kell látni a par, az, az Európai parlamenti Parlament pontos eredményeit, mert hát utána kezdődött el a sakkozás a számokkal. De ismétlem, mégis az a kilátás elsősorban, hogy azért a Nyugat-Európában tapasztalható társadalmi és gazdasági feszültségek azok a liberális baloldali pártoknak a gyengülését hozzák magukkal, amit egyébként a néppártnak az irányultságába is láthatunk az elmúlt hetekben, hogy a fondella is elmondta, hogy nem a zöldekkel és a liberálisokkal képzeli el a következő ciklus, hanem inkább jobbra fordulna. De... De egyébként, most, csak, csak hogy még van ennyi idő, akkor azért az nagyon érdekes, hogy mindig szóba kerül ez, hogy és sokan számítanak egy jobboldali, vagy jobboldalibb erőletülésről. Én azért ennyire nem vagyok optimista, hogy itt most hatalmas nagy jobboldali fordulat lesz. Nem érzem azt, hogy az, úgy átlag, átlagosan ez megtörténhetne Európában. Főleg, hogyha megnézzük azt, hogy azért nagyon sok ember, és egyébként szerintem azért az európai emberek többsége teljesen normálisan gondolkodik a világról, de egész egyszerűen olyan szinten nincsenek bevonva az európai politikába, hogy egy csomóan például nem is tudják azt, hogy kik azok, akikre szavazhatnának, hogyha egy normális fordulatot szeretnének. De ez csak egy, egy zárójeles, viszont ugye itt a 2015 óta elhibázott migrációs politika, itt van ez a gazdasági válság, ugye, ami lecsapódik egy csomó mindenbe, például egyébként a gazdatüntetésekbe is itt van egy hatalmas nagy politikai válság, ami miatt egyébként az emberek jogosan érezhetik azt, hogy amúgy szeretnének egy jobb oldali fordulatot, és akik jelenleg hatalmon vannak az Európai Unióban, és még június 9 ig ott is lesznek. Nagy valószínűséggel, és ez már egy tényleg egy kicsit összeesküvés elmélet, de nagy valószínűséggel szerintem nem véletlenül erőltetik azt egyébként, és Macron nem véletlenül házal mellett, hogy akkor tessék háborúba menni Oroszországgal, mert gondoljatok bele, hogyha kialakulna az európai országok, akár egy NATO szinten egy Európai Országok és Orosz, Oroszország közötti ö, akár hivatalos, akár egy félhivatalos háborús helyzet, akkor mindaz, amit most, most felsorolt a Sziret, hogy ö, az interjúban mi hangzott el, mint hiba 2015 óta milyen undorító mocskosságok történtek az Európai Unióban, a már említett migráció, gazdaság, stb. Ez dologban. Ez mind a szőnyeg alá kerülne. Mind a szőnyeg alá kerülne. Minden narratíva, amit a jobboldal oldal felépített, az teljesen jogosan egyébként a jelenlegi vezetés ellen, az semmissé válna, mert kialakulna egy olyan háborús helyzet, ami egyrészt mindenről elterelni a figyelmet, az embereket onnantól kezdve semmi más nem érdekelni, és onnantól kezdve akár a háborúra való hivatkozással bizonyos szabályokon is módosítani lehetne. Meg azért abból a helyzetből, egy ilyen háborús helyzetből már nagyon nehéz lenne vissza is fordulni, és utána meg magyarázhatnánk tényleg. Hogy, senkit hogy, nem érdekelne, senkit hogy a jobboldal mit csinálna Európával háborúban. De az, hogy a néppárt, mondta Szilárd, hogy, hogy jobbra fordul, úristen, hogy erről kell beszélni, hogy a, a, a keresztény jobboldali... Ö, ö, pártok konglomerátuma visszafordul saját magához, és talán ezért kell na, még... Azért hogy ő... ne túlozzunk, ezt Bocsánat, nem állítom. Nem saját magához, csak hogy egyáltalán arra gondol, hogy na jó, ez mégsem volt jó irány, tehát ez már a teljes lenullázás, és egyetértek Balázsral, én sem várok akkora katarzis, de ahhoz talán jó lesz ez az időszak, hogy kialakuljon egy új olyan formáció, vagy egyáltalán egy olyan az eszmerendszer megvan, de hogy hogyan tudnak felsorakozni azok a normális európai erők, akik azt tudják mondani, hogy igen, ez hiteles. Pont igen. És talán arra, de nem sok ideje van. Meg hogy lehessen blokkolni dolgokat, meg egy kicsit megszorongatni őket, tehát ne az legyen. Hát feltétlenül, amit ő, ők, ők akarnak, hanem legyen egy ellenpont, ami azt mondja, hogy na srácok, na, ez biztos, hogy nem hát fogjátok megcsinálni. És Ezért kéne irányt mutatni, és szerintem ezért egy nagyon fontos. Persze mindegyiknél azt mondjuk, hogy ez sors. Én remélem egyébként, hogy hatalmas jobboldali fordulat lesz, csak nem gondoljuk, az ez, egy, ez tényleg egy sorsfond sorsfordító pillanat, mert most már szerintem csak 25 az nem látja jóra, azt, ja. hogy, hogy Amerika irányítja ezt az egész európai csapatot, aki, aki direkt becsukja a szemét, vagy a föld alá teszi a, ez a szemét. Ez kell a novemberi amerikai ez, ez Struth, választás. Struc politika a az egész. egész egy, tehát, hogy igen. Ilyen szinten gyengíteni a saját kontinensünket, ez valami félelmetes, hogy, hogy valaki ezt a, egyáltalán Bocsánat, gondolja. hogy, hogy egyébként ehhez fog kelleni, tehát az a baj, hogy egy jobboldali európai fordulathoz, és bár előbb lesznek ugye az európai parlamenti választások, sajnos Európa jövője szempontjából elengedhetetlen lesz az amerikai elnökválasztás, és egy ottani jobboldali fordulat, mert hiába lesz mondjuk egy, ö, még az egy kevés. nagyobb szabás jobboldali fordulat Európában, és lehet, hogy nincs igazam, nem vagyok szakértő ennek, de, de én innen Budapestről úgy látom, hogy hiába lesz Európában akár egy nagyobb jobboldali fordulat, hogyha az Egyesült Államokban nem lesz, akkor ugyanúgy nyomás fognak ránk helyezni. Túlzó, túlzó, kifejezéseket ne aztán, tehát ez az a jobboldali fordulat, ezt ne úgy képzeljük el, hogy most 50 plusz 1 százaléka lesz a két, két, szuverenista <laughs> ö, <Oztva> tábornak, <laughs> hanem itt arra kell gondolni, hogy ha mondjuk a két szuverenista tábor összesen 10 ponttal többet tud elhozni, mint mondjuk az előző LP választáson, az ugye már a teljes baloldal és szemben képest egy 20% pontnyi fejlődés, hiszen azt a 10% pontot nyilván a túloldalról veszik el. Ez olyan, mint egy kiesési rangadó, és most itt azért hat pontos meccs egy, egy, egy igazi 6 pontos meccs lesz a baloldallal. Hát akkor a mai elemzésünk és szakértésünk ezzel véget ért. Köszönjük szépen nektek is, srácoknak is. Nézzetek jövőre is. Jövőre? Jövő héten is minket. De jövőre is. De jövőre is. De jövőre is. Igen, ez egy üzenet és ígéret. Úgyhogy jó hétvégét, sziasztok!